Cső, Babi néni. Remélem, izé. Fókusz áll ez a szar. De durva, így üvegből van a hátulja a telefonnak, és valamelyest látom magam. Hát ez most nagyon durva volt. Na, mi újság van? Tudom, hogy nem videóztam egy jó ideje, meg amúgy hiányoztok is, de a faszom verjen bele, basszátok, meg annyi meló van, meg ez a barbecue-zás, meg minden büdös faszom, hogy már amúgy nem izé. Egy valamit elmondok nektek, ez a barbecue, ez öli a pénzt. Ha egy 200 forintos csirke farátát akartok sütni, az benne van vagy 4000-ben. Mire minden viszem, baszom hozzá. Oh. Na mindegy, nem is erről akartam most beszélni veletek. A csiriket szeretném megmutatni nektek. Nem se tudom, hol van ezzel a mikrofon, nem takarom én, vagy mi a geci van. Tehát a csiriket szeretném megmutatni nektek, ugyanis belefutottam egy icipici hibába az itthoniakkal, amiket Vödörbe nevelgetek, és akkor megmutatom, hogy miről beszélek, mert okos ember más kárán. Na. Most itt vannak csórikáim. Nem látok ebből semmit, geci. Nektek is úgy van, hogy le van véve tartalékra izé. Tartalékra le van véve a fényerő a kijelzőn, minél tovább írja az aksit. Azt csak így húnyorogtok, hogy mi lehet a kijelzőn. De nálam ez van. Megmutatom itt, ahol látok is valamit. Ugye? Aha. Tehát gyönyörű, szép, nagyok, de pont ez a bajom. Mert kicsi vödrökbe tettem őket, és a gyökerük az... Mi a faszom nőtt ide, bazd meg? A gyökerük az már nem tud fejlődni, ezáltal csak a növény fejlődik, és ilyen jó, amúgy is izé hatalmasra nőnek, de ezek már több mint egy méteresek. És ugyanúgy ott is. Viszont szépen hozzák a termést, na ez pont nem, ugyanis itt az volt a baj, ez szinte mindig napon van, és a habanéró, a fél árnyékot szereti, amit nem értek, mert Mexikóban nem nagyon van fél árnyék. Fél árnyék az azt jelenti, hogy már most azok árnyékban vannak, itt még süt a nap a füvön, láthatjátok. Viszont hozzák az elvártat, tehát... Látszik, látszik. Tehát itt vannak, egymás után nőnek, nőnek, tehát sok van. Csak mondom, egy a baj, hogy kicsi vödrökbe tettem őket. Na most, hogy el tudjátok képzelni, mire gondolok, ugye van itt, ami szabad földben van, ő szabad földben van, és nézzétek meg a különbséget, hogy az mekkora, meg ez milyen kicsi. Viszont az is igaz, hogy ezen még virág sincs. Azon meg már lassan ki fejlett termések vannak, vagy hát kifejlett termések, csak még nem színesek. Tehát mindenképp nagyon, nagyobb vödröt kellett volna ez az itthonihoz választani. Mindegy. Egyébként termésszám legyen meg, csak szar, mert karúzgatni kell. Egyébként egyetlen egyszer kaptak vegyszert a tető ellen, a mospilánt. Mert már nem tudtam mivel letakarítani se a hangyákat, se a tetveket. Katica szinte nem is volt még idén-nyáron, hogy egye a tetveket. Na, a mospilán a szépen levitte. Soha nem használtam vegyszert, most muszáj volt. De hát ez két hét alatt meg felszívódik. A másik nagy bánatom. Ez keci. Mint a mocsár. Bár most belevertem egy csomó klort, kifehéredett, eddig zöld volt. De fú, nagyon undorító az egész. Kurva sok gond van egy kertel, gyereke. Hát most is füvet kellett nyírnom, de nem is füvet kell nyírnom, hanem ilyen gazt. Tehát nem tudtok fűszálat mutatni. Ez nem fű. Én nem tudom, mi a geci ez. Tehát nincs fű, pedig most lett fűmaggal beszórva. A fű az valószínűleg kiégett, átvette ez a zöld gaz a helyét. Na mindegy. Másik nagy bánatom, el kell adnom a motort, ugyanis elkezdett csöpögni az olaj, bassza meg a kurva anyját. Látszik ez?
biztos látszik. Folyik belőle valahonnan, alulról az olaj. Az első fék se jó már, reszket adom a gáz neki. De most kinéztem egy motort, rájöttem, ez az első robogóm, hogy veszek még egy robogót, egy faszát, és Honda lesz. Ez mennyi? 38 éves már ez a robogó? Ezt még most jöttek elő a bajai. Veszek egy 10 éves robogót, ezt 20 évig nem kell aggódnom, hogy mi lesz. Meccseket nézitek? Hát kúrva szar a VB. Ja, kúrva szar a VB, bazd meg. Semmi nem olyan, aminek szeretném most ezen a nyáron idáig. Kicsit olyan csalódott vagyok, de majd nyilván jobb lesz. Remélem, ti jól vagytok, aztán majd beszélünk. Nem mondom, hogy most lesz több videó, augusztustól lesz, mert leállásom lesz, aztán onnantól unalmamba videózni fogok. Addig meg megpróbálok párszor bejelentkezni. Csá!